Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál megnézzük azt, hogy mi várható május hónapban. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjék tőlem egy ilyen havi jóslást, a díjam 4000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Ez a férfi itt van, tehát utal a férfiakra vagy a lelki társadra. Egy vonalban vagytok, és az azt jelenti, hogy megvan a kapcsolat kettőtök között. De ebben a vonalban megjelenik ez a hegy. Ez lehet egy hegyvidék, és itt a mozgás egy kirándulásra is utalhat, vagy azt is jelentheti, hogy ez a férfi ott lakik ilyen környezetben, de ez a hegy néha jelenti a problémákat, vagy nehézségeket is, amit most így május hónapban majd meg kell oldani. Egy vonalban van veletek a kereszt. Az jelent egy sors kapcsolatot, hiszen a sors utatok kereszteződött, ez a találkozás nem volt véletlen, és a sors utatok újra kereszteződik, lesz találkozás. Ez a kereszt jelenti a hitet is, azon kívül a sors döntő döntéseket. Hiszen eljuttok az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Sőt, az utak itt vannak a közelben, ugyanezt jelentik. Lesz egy új irány, egy új lehetőség. A férfi feje fölött megjelenik a felhő, számára még valami átláthatatlan. Előtte a nap azt jelenti, hogy ő szeretne tisztázni bizonyos dolgokat. Itt szerelemről van szó, esetleg utazásról vagy változásokról, amit megerősít ez a kártya, hiszen a gólya jelenti a változásokat. Ő ebbe az irányba tekint, és ő úgy érzi, hogy szerencséje lesz, meg lesz a biztonság érzete, ahol le tud horgonyozni. Itt a lilium virágnak szintén tisztító hatása van, ugyanúgy, mint a napnak, tehát ez számára nagyon fontos, hogy ez a felhő eltűnjön, mint egy fátyol, és láthatóvá akar tenni valamit, tisztázni akar valamit. Itt ez a horgony jelenti a munkát és a hivatást is. Itt vannak lehetőségek, hiszen látható a szerencse, és ez a hajó jelentheti a reményt is. Itt is tisztázódik valami, és a gólya jelentheti azt, hogy lesz egy munkahelyi változás, különösen nála, hiszen ő tekint ebbe az irányba, és nála vannak ilyen tervek. Ő valamit le akar zárni. Kezébe veszi majd a kulcsot, az utal az ő magabiztos fellépésére. Megvan a hit, hiszen a csillagok jelentik a szerencsét és a hajó a reményt. Persze a hajó jelenthet utazásokat, külföldi kapcsolatokat is, esetleg munkát külföldön, és ott szeretne valamit változtatni. A háta mögött ott van ez a torony, az jelenti a nehézségeket, amikor a toronyban érzi magát. Ez úgy hat ki rá, mint egy labirintus, keres egy kiútat, keres egy megoldást. Amit a torony még jelenthet, egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, ebben az esetben ez a medve jelent egy ügyvédet, vagy egy bírót. És itt ez a kígyó jelenti a megújulásokat, a változásokat,
de lehet egy nő is. Ebben a nőben nem lehet bízni, hiszen itt vannak a titkok, valamit eltitkol, és megjelenik a ravasz róka, tehát itt egy hamis nőről van szó. Ő hátat fordít ennek a nőnek, nem foglalkozik vele, és ez a helyzet elmúlik, hiszen május végén megjelennek itt az egerek, és a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és eltüntetnek bizonyos kártyákat. Tehát az egerek eltüntetik a hamis nőt, a titkokat, és itt van a közelben a korbács, ami fáj, és ezeket a fájdalmas emlékeket is. És itt a kasza segít ebben, hiszen elvág, eltávolít valami, és bizonyos dolgok olyan hirtelen jönnek, amikor nem is számítasz rá. És itt az utak jelentik az új lehetőségeket, egy új irányt, és a fa az utal a biztonság érzetére, ahol le tudtok gyökerezni, különösen ami a szerelmet illeti. A fa jelenti a gyógyító erőt is. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt a hátad mögött megjelennek bizonyos kártyák, ami még nem látható számodra. Lehet, hogy majd ez úgy május végén, június elején történik, de mégis ott van a közelben. A ház jelentheti az otthonodat. Itt ez a levél jelenthet szerződéseket. Amit a ház még jelent, azok a családi kapcsolatok. Itt a gyűrű utal kapcsolatokra, és ez a levél lehet egy szerződés, de lehet egy hír is, és a könyv jelenti ezt a nyitottságot. A könyv és a ház azon kívül előtted a virágcsokor jelenthet egy magán céget, és ezt ki tudod alapítani, meg tudod alapítani, jelenti ez a ház, vagy lehet munka otthonról. Itt megvan a tudás, a képzés, és a gyűrű jelenti a szerződéseket, előtted a virágcsokor, a kreatív tevékenységet, vagy a te szépségedet, és a halak az anyagiakat. De azért légy óvatos, mert itt a háttérben megjelenik a ravasz róka, ez a hamis hölgy, aki úgy figyelget téged, különösen ami az anyagiakat, és ami a kreatív tevékenységet jelenti. Itt megvan köztetek ez a kapcsolat, ez megmarad, és a szerelmi élet területén lesznek változások. Itt látható a szerencse, a kulccsal kinyílik itt egy új kapu, ezek a lehetőségek. Ez kihat a szerelemre, kihat az otthonodra, a családra is, és itt a gyermek jelenti a gyermekeket, de utal egy új kezdetre is, és itt látható a nyilvánosság, hiszen megkapod az elismerést, mások észrevesznek téged, és itt a madarak jelentik a könnyűséget, azt is, hogy fontos beszélgetések várnak rád, mert a madarak jelentik a kommunikációt. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét május hónapban itt látható. Itt vannak ugyan még korlátozások, és különösen, ami őt illet, valami még átláthatatlan, mégis lesz mozgás, előre mennek az események, ez kihat a baráti körre is, lesznek változások, külföldi kapcsolatok, vagy egy utazás. Itt megvan a lehetőség arra, hogy legyen egy új munkahely, itt van a szerencse, a munkát, a hivatást illetően, de szerencse az utazást illetően is. Második hét, május hónapban itt látható, ő áll a középpontban. A kettőtöket összefűz,
ez a szerelem. És ő úgy gondolja, hogy a szerelmi élet területén, vagy veled kapcsolatban megjelenik itt a szerencse, ő tud tisztázni valamit, nagyon magabiztos, és tudja azt, hogy itt vannak lehetőségek. A háta mögött megjelenik a ravasz nő, a nehézségek, és ezt ő le akarja zárni. Ez a koporsó utalhat esetleg egy bírósági ügyre, egy örökösödési ügyre is. Harmadik hét, május hónapban itt látható. Te állsz a középpontban, ha te egy hölgy vagy. A szerelem, ez a férfi, a nőiességed, a kapcsolat nagyon fontos számodra. Ami még fontos, ez egy spirituális terület, itt lesz egy új irány, megvan a kreatív tevékenység, a kapcsolatok, a tudásod, a szerződések és az anyagiak. De légy óvatos, mert valaki figyel téged, és eltitkol előled valamit, vagy úgy figyelget a háttérből. Utolsó hét, május hónapban itt látható. Egy új kezdet, a nyilvánosság, az elismerések, fontos beszélgetések, döntések. Itt a fa utal a biztonság érzetére, vagy egészségügyi témákra, a gyógyító erőre. Itt lesz egy új irány. A múltban voltak sérelmek, hamisságok, ez elmúlik, hiszen a kasza ezt eltávolítja, és az egerek segítenek abban. Amit a kasza még jelent, hogy bizonyos dolgok úgy fognak történni olyan pillanatban, amikor nem is számítasz erre. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!